Fenn a zászló, sajtótájékoztató. Műhelybeszélgetés a terrorházában. Kerületi felsős rajzverseny a Vörösmarty Mihály általános iskolában. Angolest a két tannyelvű általános iskolában. Tanszaki vizsga a Tóth Aladár zeneiskolában. Kiállítás megnyitó a Benczúrházban. Orvos-muzsikus koncert a Bajza utcai Békeházban. Fotokiállítás a Bolgár galériában. A magyar filmkritikusok díjainak átadása a MUOSZ-ban. Emlékezés Kemény Henrik bábművészre. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Fenn a zászló címmel sajtótájékoztatót tartottak az Andrássy út 46-ban. A téma Tőkés László nagyváradi EP irodájának erkélyén a több más lobogó mellett ott lévő Székely zászló a Székely Nemzeti Tanács hivatalos lobogójának eltávolítása volt. Tőkés Lászlót augusztus 26-án szólította fel a nagyváradi helyi rendőrség, hogy távolítsa el irodája erkélyéről a szolidaritás vállalás jeleként korábban kitűzött Székely zászlót, amelyet a hatóság reklámzászlónak minősített. Az európai parlamenti képviselő ezt a jegyzőkönyvet támadta meg a bíróságon. A Tőkés László alapította EMNT régióelnöke elmondta: már akkor felháborítónak tartottuk ezt, amikor eleve reklámzászlónak minősítették ezt a szimbólumot. Mi elfogadjuk a románság és más nemzetiségek jelképeit is, semmi ok arra, hogy a magyarokéba, a székelyekébe belekössenek. Az eseményen részt vett Tőkés László, a Fidesz-KDNP erdélyi EP képviselője, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Székely Mikó, a Református Kollégium ügyében benyújtott európai parlamenti petíció előterjesztője, és Kincses Előd ügyvéd, a nagyváradi zászlóper jogi képviselője is. Az első világháborús centenáriumi emlékbizottság és a 20. század intézet a terrorházába műhelybeszélgetésre hívta az érdeklődőket, amely az Új világ születik címet viselte. A beszélgetés témája a Várkert bazárban tervezett első világháborús kiállítás volt. A felszólalásokat szakmai vita követte. A hányatott sorsú, újra és újra átadott Várkert bazár kiállítóterébe 300 millió forintból nyílhat meg az egyelőre nem állandónak tervezett, de később akár 5-10 éven át is nyitva maradó kiállítás. A megnyitó várhatóan májusban, 2020-ban pedig új programmal egészülhet ki a dolog, mert ekkor forradalmakkal és Trianonnal foglalkozó tárlat nyílhat. Az eseményen részt vett el Simon László államtitkár, Schmidt Mária, a 20. századi intézet főigazgatója, Gerő András, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója, Békés Márton, a 20. századi intézet kutatási igazgatója és Ihász István muzeológus. 110 darab emlékmű felújítására került sor az ország egész területén. Itt az a tervünk és azt a cél tűztük ki magunk elé, hogy egyrészt ne legyen olyan, ne maradjon a centenáriumi időszak végére olyan első világháborús emlékmű, amely nincs felújítva és nem megfelelő, méltó formában fogja ezt a centenáriumi időszakot befejezni, és azon kívül tervbe vettük azt is, hogy valahol Budapest központi helyén egy központi emlékmű is elkészüljön, ezzel a közeljövőben fog majd a Centenárium Emlékbizottság foglalkozni. Nem haditörténetre fókuszáló tárlatot terveznek, inkább a kataklizma a társadalomra gyakorolt hatásáról szólnak majd. Egyebek mellett a női emancipáció felgyorsulásáról, a család átalakulásáról, az egészségügyről, a propagandáról, a hátországról, a katonaéletről, sőt, a fronton az embereket segítő vagy életüket megkeserítő állatokról is képet kaphatnak.
Az alsósok után most a felsősökre került a sor a komplex kerületi rajzversenyen, amelynek a Vörösmarty utcai általános iskola adott otthont. A hatodik kerületi gyerekek több technikát alkalmazva mérhették össze tudásukat. Volt, aki festett, volt, aki grafikát készített, és akadt olyan is, aki drótból készített alkotást választott bemutatkozási lehetőségként. A témával bővebben a Terézvárosi Magazin című műsorunkban foglalkozunk. Vendégünk lesz Bálint István, a kerületi rajzmunkaközösség vezetője. Megrendezzük a komplex kerületi rajzversenyt, amely tulajdonképpen a budapesti versenyhez igazodik, ugyanis hosszú évek óta már egy komplex, ami azt jelenti, hogy többféle technika, festészet, szobrászat, illetve grafika is szerepelhet a magán a rajzversenyen. A kerület összes iskolája ezen részt vesz, a legjobb gyerekeket hozzák ide a kollégák, és miután megvan a rajzversenyünk, a kerületi, akkor kiválasztjuk a legjobb kerületi gyerekeket, akiket tovább küldünk a budapesti versenyre, amely valamikor a tavasz folyamán kerül megrendezésre, és ott mérik össze tudásukat a város, a főváros összes kerületeinek diákjaival. A rajz nem csak a fejlődés mutatója, hanem a gyermek érzelmeinek, aktuális lelki állapotának, félelmeinek, szorongásainak is a kifejező eszköze. A vele történt dolgokat sokszor a papíron eleveníti meg. Képzeletének semmi sem szabhat határt. A kiválasztott gyermekek a fővárosi fordulón mérhetik majd összetudásukat. Angol estet tartottak a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában, ahol a tanulók színházi előadások formájában adtak számot nyelvtudásukról, szüleik és a tantestület előtt. Az iskola összes angolos osztályát láthattuk, akik műsorszámmal készültek, zenés, táncos műsorszámokkal, illetve kis színdarabokkal, és bemutatták a tudásukat a szülőknek, illetve a tanároknak is, meg hát szórakoztattak is bennünket természetesen. Most, hogy vége a műsornak, tombolahúzás lesz, illetve egy zenekar szórakoztat minket élő zenével, úgyhogy tánc jön! Pár perccel ezelőtt a színpadon te voltál az est házi asszonya. Hogy érezted magad? Nagyon jól. Házi asszony szerepét már valamennyire megszoktam, mert jártam hitarra is, és további előadásokon is voltam már ebben a szerepben. De nagyon szeretek az lenni, és élvezet a színpadon lenni.
Épp ezt akartam tőled megkérdezni, hogy itt ennyi ember előtt, tehát azért nagyon-nagyon sokan voltunk. Milyen volt a műsorvezetés? Nagyon szórakoztató volt. A szöveget néhány nappal ezelőtt kaptuk meg, de én voltam szépolvasási versenyen is, ezért már valamennyire rutinosan kezelem ezeket a helyzeteket. A közönségre ellenézni nekem nem ijesztő, én szeretek színpadon állni és szerepelni. Hogy érezted magad? Nekem nagyon tetszett, az elején egy kicsit izgultam, de mikor felkerültem a színpadra, már egyszerű volt. Vagy hát már sokat gyakoroltunk, és jó volt, élvesszük. És mit adtatok elő? Goldilocks and the Three Bears, ami magyarul azt jelenti, hogy aranyhaj és a három medve. Nem sokára felsősök lesztek. Azt szerinted milyen változást hoz az életedben? Hát szerintem több tanulást és odafigyelést fog jelenteni, és nyilván változnak az osztályfőnökök, és egy szokatlan dolog lesz nekünk. Ma már nem csak a sikeres egyetemi felvételihez, diplomához, hanem egy jó állás megszerzéséhez is nélkülözhetetlen a magabiztos angol nyelvtudás. Egy élő, idegen nyelv ismeretének birtokában még távol az otthonunktól sem érezzük magunkat elveszett, kiszolgáltatott idegennek. A zenei oktatásban nem újdonság, hogy a növendékek fél évenként számot adnak tudásukról, tanáraik és családtagjaik előtt. Stábunk a Tóth Aladár Zeneiskola Fodor termében járt, ahol Faragó Laura népi énektanár diákjainak fél éves vizsga koncertjébe tekintett be. A Terézvárosi magazinban vendégünk lesz Magyar Margit, a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója. Ugye mennék, ha mehetnék, ha szabad ma. Madár lehetnék, szabad madár nem lehetek, rózsám hozzád nem mehetek. Kodály Zoltán szavait idézve, a zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. A zene jótékony hatásáról több tudományos cikk is szól. Erre fel kellene hívnunk a mai fiatalok, főleg a tanítójelöltek figyelmét, hiszen a hagyomány korszerű, újszerű ismeretével is rendelkező legifjabb tanító nemzedékek tagjai lehetnek azok, akik majd újra beolthatják a gyerekeket a zene szeretetével. Felgyorsult világunkban sokan már időpazarlásnak vélik a zenetanulást, a művészeti nevelést, a hagyományok ápolását. Helyette teret kapott az informatika. Itt a Tóth Aladár Zeneiskolában egy évben kétszer kell a gyerekeknek beszámolni arról, amit évközben tanultak, ugye most a félévi vizsga van, de mi ezt nem szeretjük mondani, hogy vizsga, nem is így hívjuk, hanem félévi beszámoló. Ez olyan ünnepélyes, koncertszerűség, hiszen a gyerekeket évközben értékeljük, nem ez alatt az egy szereplés alatt, legközelebb majd évvégén fogják bemutatni tudásukat. Népi énekszakon tanítok, és hát nagyon szeretem a népdalokat tanítani, mert azt 3 éves kortól 60-80 éves korig lehet tanítani. Bárkinek jót tesz a népdal éneklés. Anyanyelvünk, zenei anyanyelvünk. Nem maradjon ki belőle a városi gyerek se. Sőt, azok a gyerekek, ahol már a falusi kultúra megszűnt, meg kell, hogy tanulják ismét. Ugye Kodály Zoltán mondta, hogy a civilizáció elvette
a népzenét, a saját kultúránkat. Ugye, hogy megszűntek a falusi közösségek, bejött a villany, bejött a televízió, mindenki mást néz. Régen saját maga szolgáltatta magának a kultúrát. Civilizáció. Kell visszaadni, amit a civilizáció vett el. Annyira tetszik nekem mindig a kutyaharapás szőrivel, ez jut eszembe. Tényleg, ugyanannak, ez olyan, mint a homeopátiás gyógyszer, szóval kötelessége a médiának, és azért is örülök, hogy időnként a média jelentkezik is, a népzenét keresi, hiszen most olyan országos divat megjön a népdal éneklés, ami nagyon jót tesz a növendékeimnek is, hogy látják, hogy nem egy eldugott műfaj, sikeres műfaj a népdal éneklés. A hagyományőrzés egyik szegmense a magyar népdal tanítása a tanítóképzésben különösen fontos. A népdal nem csupán a régi idők emléke, hanem a mai ember is magáénak érezheti, ha akarja. Lajta László szavaival élve, a népzene nem csak egy lepréselt virág, hanem élet is. Így festünk mi címmel kiállítás nyílt a Székely Bertalan baráti társaság szervezésében a Benc úrházban. A kiállítást Szabó Franciska festőművész, a kisképző művészeti igazgató helyettese nyitotta meg. A Terézvárosi magazin című műsorunkban bemutatjuk a Benc úrházat, vendégünk lesz Szilágyi Maja igazgatóasszony. A társaság 1960 táján alakult Rajzpedagógusok Szövetsége néven, majd nevét Székely Bertalan stúdióra változtatta. Most Székely Bertalan baráti társaság néven működik a képző és iparművészeti szakközépiskolában. Ebből az iskolából nyugdíjba ment festőművészek, rajztanárok, hajdani diákok, újabban külsősök is alkotják a mintegy 18-22 főből álló tagságot. A Székely Bertalan baráti társaság körülbelül, most már több mint 50 éve alakult a akkori képző- és iparművészeti gimnáziumban, ami most jelenleg képző- és iparművészeti szakközépiskola. Én is oda jártam, 62-ben végeztem, és sok-sok év után úgy hiányzott már az iskola is, meg a rajzolás, és hajdani tanárom volt a körnek a vezetője. Visszakéreckedtünk akkor az eredeti osztályból hárman, azóta is járunk, és sajnos idővel tanáraink elmentek, és azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy én vezessem ezt a kört tovább. Ami azt jelenti, hogy a szakközépiskolának a 17-es rajztermében jövünk össze hétfőnként, a rajzolás úgy zajlik, hogy az első órában egy komplett rajzot csinálunk, és a második órában körülbelül 5 darab krokit, 3x 10 perc, 2x 5 perc, és akkor alakul, ami alakul. A társaság elég vegyes, sok mindenki máshol is szerepel, tehát más alkotó közösségben is szerepel. Dolgozunk, jó barátok vagyunk, összejövünk, azon kívül is, hogy rajzolunk. Igazából a történet úgy zajlik, hogy miután az iskolában csak aktot rajzolunk, a kiállítás megszervezése során szembesülök én, illetve egymással is úgy szembesülünk, hogy vajon ki mit hoz. Ugye otthon alkotnak más alkotótáborokban, alkotóközösségekben is, és amit hoznak, az mindig meglepetés. Né,
Néhány évvel ezelőtt kerültem a Székely Bertalan Társaság tagjai közé, abból az apropóból, hogy szerettem volna modell után rajzolni, krokizni, tehát mozdulatrajzokat készíteni, és egy kolléganőm, egy festő kolléganőm mondta, hogy a kisképzőben, a művészeti gimnáziumban erre lehetőség van. És tulajdonképpen így kerültem ebbe a társaságba. Hát elég heterogén a társaság, többnyire pedagógusok járnak ide, és olyanok, akik a művészeti gimnáziumban végeztek. Én nem jártam művészeti gimnáziumban, hanem a képzőművészeti főiskolán végeztem, de nagyon szívesen rajzolok modell után hetente. Igaz, hogy absztrakt képeket festek, de mindenképpen szükségem van a természet által nyújtott inspirációra, és ennél fogva nagyon lényeges számomra, hogy hetente egy alkalommal rajzolhatok élő modell után. De erre a kiállításra egy régi képemet hoztam el, olajpasztel technikával készült, Szigligeti táj a címe. Hát ezt régen készítettem, ezt a képet, még Szigligeten, ott töltöttük a nyarakat, még főiskolás koromban, és az ott készült vázlatok, pici kis bélyegnyi vázlatok alapján készült otthon, a műteremben ez a kép. Hát a táj inspirált, és megpróbáltam ezt képi nyelvre lefordítani. A technikát illetően olajpasztel, nálam ez úgy készül, hogy ez engrély papírra készült ez a kompozíció, hogy festőszerrel átitatom az engrét, és akkor egy olyan nemes felület jön létre, és utána puha pasztellel megyek rá, esetleg még ecsettel is belenyúlok, és így jött létre. Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete a Terézvárosban működő Békeház dísztermében adott koncertet, ahol a már hagyományosan megrendezendő Orvosok a zenében című műsor sorozatukra invitálták az érdeklődőket. Az est házigazdája professzor dr. Pavlik Gábor volt, az est rendezője pedig Kósáné Kertai Dézi. Ezúttal dr. Dávid Judit és dr. Márton Adrien estjén vehettek részt a zenebarátok, ahol többek között Bach, Schubert és Chopin művek hangzottak el. Itt vagyunk a Békeházban, és Orvosok a zenében című sorozatban léptek föl. Egy pár mondatban, ha bemutatnánk önmagukat. Nyíregyházán születtem, itt a zenei tanulmányaimat a Kodály Zoltán általános iskolában kezdtem, itt hegedülni és zongorázni kezdtem tanulni, a Cantemus kórusban énekeltem, illetve később a Piccoli archivonul zenekarral számos országos és európai fesztiválon, versenyen vettünk részt. Aztán a gimnázium érettségi mellett a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában is érettségit szereztem hegedű tanszakon. Aztán a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatója lettem. Akkor már vonós négyesemmel koncerteztem, és tulajdonképpen 2007 óta vagyok a tüdőgyógyászati klinika munkatársa. Én gyerekkorom óta zongorázom, 7 vagy 9 éves korom óta, erre már nem emlékszem, de 12 évig jártam a Debreceni Simon Fiemli zeneiskolába, és nagy örömmel zenéltem mindig. Egy jó hobbi maradt nekem ez az egyetemi éveim során is, kikapcsolt a tanulásból, majd később, mikor elkezdtem dolgozni 2009-ben a Debreceni Egyetem belgyógyászati klinikáján, akkor is egy kikapcsolt
kikapcsolódási lehetőség maradt a zene számomra a mindennapi munkából, és 2014 óta vagyunk Judittal tagjai a Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesületének, és azóta többször léptünk már fel együtt, és nagy örömmel zenélünk együtt, és szerintem ez a későbbiekben is így lesz. Természetesen ilyenkor egy riporter fölteszi a kérdést, hogy egy művészeti iskolából hogy kerülünk a tudományok világába, az orvosláshoz. Igazából gyerekkorom óta ilyen kettős életet éltem, ha lehet így fogalmazni. Mindig ott lebegett a zenei pálya is, meg egész korán jött az ötlet, hogy orvos legyek, vagy éppen zenei pályára lépjek. Aztán ez egészen a középiskola végéig így meg is maradt, és akkor jött egy ilyen sugallat, hogy akkor tulajdonképpen ezt lehet hobbi szinten is folytatni. Viszont az orvoslást azt nem lehet más formában, és akkor ez így hál' Istennek meg is maradt a mai napig, úgyhogy mindig van ennek apropója, meg van egy olyan motiváció, ami miatt ezt elő lehet venni, és vannak ilyen drága jó zenésztársai ennek, akikkel ezt együtt meg még nagyobb öröm csinálni. A kérdés ugyanaz? Igen. Én mondjuk csak alapfokú tanulmányokat végeztem, zenei tanulmányokat, tehát én mindig is orvosnak készültem, vagy legalábbis ilyen irányban, tehát nekem a zene az mindig hobbi volt, de egy nagyon fontos hobbi, és ez remélem életem végéig el fog kísérni ez a hobbi. A programon M-Vízi Hajnalka saját versét mondta el. A sorozat következő előadásának időpontja február 25-e, amikor is a Szent Család templomban várják majd a muzsikát kedvelőket. Egy újabb színvonalas koncertet láthattunk itt az orvos muzsikusok tolmácsolásában a Békeházában. Igen, valóban így van. Én magam részéről a 6. kerületnek a lokál patriótája vagyok, és igyekszem az orvos muzsikusokat is ide a 6. kerületbe összehozni. Minden évben itt a Békeházában, a Szent Család templomban és a Magnet közösségi házában tartjuk a koncertjeinket, és ha valakit nagyon érdekel, akkor rá kell menni a honlapunkra, a www.gportal.hu/orvmuzs. Mi lesz a legközelebbi program, hol látható? Február 25-én szerdán délután 17 órakor a Szent Család templomba, aminek én nagyon örülök, mert orvos-orgonista mellett a budapesti és a szegedi operaház magánénekesei is fellépnek. Találkozások Bulgáriával 2014 címmel nyílt fotókiállítás a Terézvárosi Bolgár Galériában. A fotók témája: élmények Bulgáriából, Bulgáriával kapcsolatban. A pályázaton kizárólag amatőr fotósok vehettek részt saját maguk által készített fényképekkel. A fényképek keletkezésük tekintetében nem készülhettek korábban, mint 2009. január 1-je. Témakörönként egy pályázó maximum 5 képet adhatott le. A fotókat a hagyományok és népi szokások Bulgáriában, bulgáriai színek, bulgáriai arcok, bulgáriai épületek, illetve a saját egyedi felvételen Bulgáriából kategóriában pályázhattak a versenyzők. Hamarosan itt a Bolgár Galériában egy kiállítás nyílik. Igen, ez itt található a Terézvárosban, a Bajza utca 44-ben. Ez a Bolgár Galéria szeptemberben nyitotta meg kapuit, és ez a második kiállítás, ami most a mai nap folyamán ma este nyílik. Az első kiállítás, ez a bolgár itteni, a magyarországi bolgár művészeknek a kiállítása volt.
Ami ma látható pedig az a 7. Találkozások Bulgáriával című fotópályázatnak a válogatott pályázati anyaga, és ma lesz az eredménykihirdetés is a pályázatnak. Lehet-e tudni, hogy mik a nyeremények? Igen, idén a nyeremények két irányú buszjegy Bulgáriába, tehát Budapest-Szófia, Szófia-Budapest, és a Metro turizmus cég jóvoltából. A cég az egyik támogatónk. A fotókiállítást támogatták az Országos Bulgár Önkormányzat, a 2. Kerületi Bulgár Önkormányzat, a 11. Kerületi Önkormányzat, és a szervező pedig a Bulgár Kulturális Fórum. Picit egy pár mondat, hogy mennyi minden is működik itt a Bajza utca 44-ben. Ez az épület valójában 1955 óta lakják a bolgárok, nagyon sokáig itt működött a bolgár állam által fenntartott iskola. Sajnos 2011-ben a bolgár állam kivonult ebből a fenntartásból, viszont mi sikerült fenntartani ezt az épületet, ami most a Bolgár Kultúra Központja, itt is mondhatom, mert itt nem csak a hivatalos szervek, az országos és a bolgár országos önkormányzat működik, hanem van egy dokumentációs és információs központ, könyvtárral, itt működik a Bolgár Színház, a Malko Teatro, a bolgár óvoda és a bolgár iskola, valamint tavaly szeptember óta itt van egy bolgár galéria is. Most ez a második kiállítás, ami mai napon nyílik a Bajza utcai bolgár galériában. Önök egyesületi formában működnek. Egy pár mondatban, ha bemutatná az egyesületet. Igen, a Bolgár Kulturális Fórum Egyesület tulajdonképpen már 15 éve alakult ki. Én most vagyok az elnöke, két és fél éve, és tulajdonképpen a magyar és a bolgár kulturális kapcsolatok ápolásával foglalkozunk, a bolgár nemzetiség identitás tudatának a megőrzésével, és ezt olyan formában teszünk, mint például ez a kiállítás is, vagy pályázatok, koncertek, különböző kulturális események, irodalmi esték, konferenciák, tehát elég sokrétű a tevékenységünk, de mint nemzetiségi kulturális területen. Mint a Terézvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, milyen kapcsolatot ápol Terézvárossal? Nagyon jó a kapcsolatunk Terézvárossal, viszonylag nem olyan sok bolgár lakik a Terézvárosban, viszont itt van, ahogy elhangzott, nagyon sok bolgár intézmény. A Bajza utca 44-en kívül itt a kerületben van a Bolgár Kulturális Intézet is, ami az Andrassy úton található. Itt, hogy nagyon sok minden kulturálisan köt minket a Terézvároshoz. Sok segítséget kapunk a Terézvárosi Önkormányzattól a programjaink a megvalósításához, nagyon sokszor a 5-ös tész kulturális szintért is használunk ezekre a célokra, úgyhogy csak jókat mondhatok. Az idén is a terézvárosi székhelyű MUOSZ adott otthont a Magyar Filmkritikusi Díjak átadásának. Díjazták Pálffy Györgyöt, Mundrucó Kornélt, Gálffy Lászlót és Molnár Piroskát is.
A Magyar Filmkritikusok díját a Magyar Újságírók Országos Szövetsége film- és tévékritikus szakosztálya alapította 1962-ben. A szakosztály tagjainak szavazatai alapján az adott évben bemutatott magyar filmeket jutalmazzák több kategóriában. Az eseményen köszöntőt mondott Tóth Károly, a MUOSZ elnöke, ezután a Magyar Filmkritikusok díjait Báron György, a MUOSZ film- és tévékritikus szakosztályának elnöke adta át. A legjobb filmnek járó B. Nagy László díjat Pálffy György Szabadesés című filmje kapta. A legjobb rendező Mundruczó Kornél lett a Fehér Isten című filmjéért. A legjobb színésznek Gálffy Lászlót, a legjobb színésznőnek Molnár Piroskát választották. Számos díjat vehetett már át a művésznő, de most elmondta, hogy élete első filmes díja. Igen, igen, nagyon-nagyon örülök neki. Utóbbi időben, hál' Istennek, elég sokat filmeztem, és úgy látszik, hogy nem haszontalanul, megvan az eredménye. Nagyon-nagyon örülök ennek a díjnak. A legjobb első film a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. A legjobb operatőr pedig Rév Marcell lett a Viharsarok és a Fehér Isten című filmek fényképezéséért. A Viharsarok emellett egy külön díjat is kapott. Életműdíjban Banovics Tamás rendező, látványtervező részesült, aki többek között az 56-ban készült és betiltott Eltüsszentett birodalmat készítette, valamint többek között a Szegény legények díszlettervezője volt. A kisformák között a Káin gyermekei lett a legjobb dokumentumfilm, a legjobb animáció Bucsiréka, Szimfónia numero 42, a legjobb kisjátékfilm Szirmai Márton, Expedíció című munkája lett. Kemény Henrik bábművészre, a több évszázados hagyomány őrzőjére emlékeztek a Kolibri Színház előtt. Kemény bábjátéka visszaröpített a középkorba. Az emberiségnek abba az állapotába, amikor a felnőttek még tudták, hogy a mesék róluk szólnak. Legtöbben csak a tévéből, a mostani gyerekek főként DVD-ről ismerik Vitéz Lászlót. Az ördögverő Fajankó végtelenül egyszerű történetei a képernyőn keresztül is hatnak, de ha az embernek olyan szerencséje volt, hogy csak egyszer is jelen lehetett egy Kemény Henrik előadáson, tudja, hogy a konzerv és az élő darab között éppen akkora a különbség, mint egy eredeti Rembrandt és egy reprodukció között. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Kérem, hogy hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Találkozunk a jövő héten, addig is minden jót, a viszontlátásra!